Első, második vagy harmadik oltás. Jövő héten akár minden előzetes bejelentkezés nélkül megkaphatja bárki a vakcinát. Országos oltási akció indul 22-től. Cegléden két csoportra bontották azokat, akik úgy döntenek, élnek a védőoltás lehetőségével. Az egyik csoport az, aki rendelkezik már időponttal, tehát regisztrált az ESZT rendszerében, őket a rendelőintézetben várjuk hétfőtől vasárnapig, délutáni órákban, 14 és 19 óra között, délután 2 és 7 óra között. Azok, akik nem regisztráltak, tehát nincs időpontfoglalásuk, nem regisztrált jelentkezők, őket a kórházban várjuk, a Törtei úti telephelyen, a véradó épületében, minden nap reggel 7-től este 7-ig, tehát hétfőtől vasárnapig minden napon. A kórház munkatársai mindenben segítséget nyújtanak azoknak, akik nem regisztráltak. Az oltásra érkezőknek semmi dolguk nem lesz, hangsúlyozta a főigazgató. Dr. Pusztai Dezsőt arról is kérdeztük, hányféle vakcina közül lehet majd választani. Minden vakcina elérhető, lehet kérni Pfizert, Modernát, Sinopharmot, Janssent és AstraZeneca-t is, csak a Sputnik az, ami nem elérhető, minden más. Első, második vagy harmadik oltás felvételére, tehát az ismétlő és az emlékeztető oltás felvételére is van mód, nem csak annak, aki először jelentkezik, hanem a másik két esetben is, és minden vakcina elérhető. Ha valakinek kérdése van, hívhatja a kórház 310 011-es számán a 322-es melléket.